Áldás békesség! Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, gyerekek! Köszöntöm a kedves szülőket innen, a Betlengábor Református Iskolából, mint látják, az üres iskolából kell, hogy köszöntsem önöket. Először is nagy szeretettel szeretném megköszönni, a tanulóknak, a szülőknek, a tanártársaimnak azt az odaadást, amivel jelenleg tanítanak. Megváltozott az életünk. Március 18-a óta digitálisan tanítjuk a gyermekeket. Ez nem csak a tanulóknak, hanem nekünk tanároknak is egy óriási változást jelent. Igyekszünk a lehető legjobb tudásunk szerint kialakítani ezt az új rendszert. Gondolják végig, mi változott meg. A gyermekek otthon együtt a szülőkkel tanulnak többnyire, főleg a kicsik. Új órarendünk van. Új délutáni foglalkozásaink vannak. Megváltozott a társai munkarendje. Megváltozott a gyerekek házi rendje, és megváltozott jelentősen a szülők feladata de még az osztályozás módja, az értékelés is egy nagy-nagy változáson ment át. Szeretném önöknek elmondani, hogy a 387 tanuló közül 386 tanulóval tudjuk elektronikus felületen tartani a kapcsolatot. A gyerekek nagyon szorgalmasak, többnyire nagyon szorgalmasak, Elkészítik a feladatokat, általában időben visszaküldik. Persze vannak nehézségeink, hiszen ez az új elektronikus kapcsolattartás mindenkinek új, ezt tanuljuk, ezért van benne sok hiba, sok baki, de hát ezt igyekszünk úgy gondolom kiküszöbölni. Ez az a hétvége, amikor először életbe lép a kéthetes kötelező osztályozás. Ez azt jelenti, hogy minden gyermek, tanuló két hetente. Az osztályfőnökétől, szaktanáraitól egy általános jegyet kap a két hét munkájára vonatkozóan. Havonta pedig jegyet kap a magatartására és a szorgalmára. Most hó vége van, tehát most van ez az alkalom, hogy ez is osztályozásra kerül. Az osztályfőnökök ezeket a jegyeket a szülőknek, tanulóknak el fogják elektronikusan küldeni és nagyon szeretnénk megkérni, hogyha otthon erről a gyerekekkel tudnának beszélgetni. Amit nagyon szeretnénk, hogy próbáljunk együtt egy iskola maradni. Ezért komoly gondot fordítunk arra, hogy minden reggel szóljunk a gyerekekhez. Igazgatói percek nevet kapta, nem áhítat, én nem vagyok lelkész, de igyekszem minden nap közvetíteni a tanulóknak egy-egy felemelő gondolatot, egy-egy biztató szót, egy jó zenét, amit szeretnek, vagy egy olyan múltbéli kisfilmet, amit már láttak, vagy egy templomi jelenetet. Kérem, hogy ezt olvassák figyelemmel. Kérem a szülőktől azt is, hogy a holnapunkon van egy szülői tájékoztató rész a digitális oldal részen. Figyeljék, kövessék az eseményeket. A legközelebbi nagy esemény Egyrészt templomi alkalom, hiszen virágvasárnap következik, illetőleg húsvét jön. Erről egyenes közvetítést fogunk adni a templomból. Kérem, engedjék a gyermekeket a készülékek elé, hogy ők is velünk együtt legyenek. Próbáljuk közben felidézni a régi virágvasárnapok hangulatát. Tehát kérem a szülőket, hogy tájékozódjanak. A másik fontos dolog, ami változás lesz, hogy megváltozik az iskola vizsgarendje, hiszen nem tudjuk tartani az eddigi elképzelésünket. Örömhír a gyerekeknek, hogy vizsga csak a negyedik és nyolcadik évfolyamon lesz, a többi tanuló vizsgáit elengedjük, és a jegyeket a kéthetes jegyek és az egyéb jegyek alapján kapják. Az időpontok is megváltoznak. Ennek a pontos időpontját a mai napon fogom feltenni az iskola hollapjára. Igyekeztünk ezt a vizsgát úgy kita alakítani, hogy a gyermekek számára is követhető legyen, viszonylag könnyen értékelhető legyen, de mégis vizsga legyen. Külön felhívom a negyedikes tanulók figyelmét, hogy nekik ez egyúttal a tehetséggondozó osztályba való felvételit is jelenti. Még egyszer mindenkit nagy-nagy szeretettel köszöntök innen, és kitartást kívánok, és maradjanak otthon. Áldás békesség! Az iskola internetes oldalán a közérdekű információk mellett elérhető lesz, és folyamatosan frissül egy galéria, mely a digitális oktatás mozzanatait, a családok együttlétének meghitt pillanatait, a tanulók alkotói folyamatait örökíti meg, emléket állítva ezzel erről a rendhagyó tanévről, erről a rendkívüli időszakról.